Sovumi, ő gólhelyzetben, úristen, mit fogott meg, mi rossza volt. Lövésre nyitja a lábát, és óriásit véd Bíró Szabolcs. Teki a labdát, Bárányos kavarja rá, bravúros védés. De még így is bravúr kellett Bírónak. A meccs legnagyobb helyzete. Komódi fejjel Bíró Szabolcs. Német, Bíró Szabolcs. Megint egy sorsdöntő védés. Kerényi. Hazafejeli kis hián gól, Bíró kiszedi még a lét alól, nem volt bent. Megcsinálta a nehezét, egy gyönyörű lövőcselt csinált, és utána Bíró Szabolcs még visszaér. Bíró Szabolcs a harmadik kísérletnél a helyén volt. Jó lőtt, húj, mekkora lövés volt! Gólhelyzet, Faragó, óriásit véd Bíró Szabolcs! Szabó végezte el a büntetőt, Bíró azonban kiütötte a labdát. Győzelmet ment az Újpest számára. Margitic ellövi, kapufa, ott az ismétlés, Palajca, szöglet. Szomália kísérletét hárítja, a meccs eddigi legnagyobb helyzete. Háromtagú sorfal, Palajca látványos vetődéssel hárít. Majdnem utat talált a labda ott a kapufa mellett. Ez már magasabb. Babát tisztán, Palajca! Palajcának nagyon résen kellett lennie. Gyömbér, még egyet tor rajta, és nem tudja berúgni! Marad a 0-0! Következő kérdés. Szurkoltak-e még az Újpestnek? Nézitek-e a meccseit? És mi történt volna a ti időtökben, ha egymás után 8 ilyen fordulót játszik a csapat, mint amit most? Mondtam, hogy kaptok majd itt odavágó kérdést. Szóval, szurkoltak-e még az Újpestnek? Legyen ez a gyorsabb, és utána menjünk bele. Persze, hogy szurkolok. Nem tudom, igen, azt a 10 évet nem tudom kitörölni az életemből. És akkor meg a azt a szenvedélyt, meg azt a dolgot. Akkor is nézném, ha nem, de most még ellenfélként is ott vagyok. Sőt, én már megkaptam azt is, hogy miért ürülök én a felcsútnak, hogy miért szurkolok én az Újpest ellen. Aztán ott azért helyre tettem az úriembert, hogy én mai napig az Újpestnek szurkolok, de nekem nem az Újpest ellen vagyok, hanem a felcsútnak az alkalmazásában. Igen, hát én is természetesen szurkolok az Újpestnek egy szebb jövőért, egy szebb kilátásokért. Általában a meccseket is szoktam nézni, nem mondom, hogy be van minden meccs írva a telefonomba, hogy ne felejtsem el, de szerintem 70-80%-át, ha éppen nem akad össze az én elfoglaltságom már, mint kapusedző, akkor szerintem megnézem. Aztán hát majd most meglátjuk, hogy... Hát most, ahogy a 8 meccsen nem nyertünk volna, hát az idő. Tehát mi lett? Így szól a kérdés, várja azt, hogy pontosan akarom. Mi történt volna a ti időtökben, ha ilyen eredményeket és lélektelen játékot nyújt a csapat? Hát Szőke meg a polgárfüggeti berúgja az öltöző ajtót. Az biztos heti edzés látogatás. Volt olyan külföldi edzem, aki így nézte azt, hogy másznak át. Mondom, és mit csináljunk? Hát jönnek, azt meghallgatjuk. Hát mit tudsz csinálni? Ja, látsz 50 embert, aki a legkisebb 120 kiló, az, ha, meg az élete az Újpest, nem tudsz mit csinálni. Igen, szerintem lehet, hogy abban az időben, nálunk már nem volt, nálatok lehet, hogy volt még, de szerintem már tetleges légyen. Biztos vagyok benne, hogy lenne tetleges. Szerintem is. Szerintem lenne. Igen. Azért volt egy-két olyan szurkoló, akinek azért el tudott úgy igazán durrani az agya, és akkor nyilván akkor kellett a hideg fej a Petiéktől, a Szürkiéktől, hogy na jó, azért van egy határ, amíg. És hát nyilván ebből azért vannak történetek, ahol meg nem volt határ, de